Gyakorlatilag bárhol kimondjuk, hogy Bartók, tudják, hogy ki volt. Tudják azt, hogy egy olyan komplex személyiségről beszélünk, aki előadó művész, zenetudós, kutató, zeneszerző, és hát az életműve pedig egy olyan komplexitást ad nekünk, és tesz lehetővé, hogy erre ráépítsünk egy világversenyt, hogy azt hiszem, hogy ezen nem is lehetett volna másként gondolkodni. Hogyha Bartókkal kapcsolatban, vagy Bartók kapcsán egy versenyt akar szervezni az ember, szerintem valóban ez az egyik legjobb gondolat, hogy mellé olyan kísérőprogramokat szervez, amelyek ezt az egész versenyt inkább egy olyan eseményé teszik, amelyből a versenyzők maguk többet tanulhatnak, fejlődhetnek. És talán nem csak a versenyzők, hanem a szélesebb közönség is. Bartók unquestionably one of the greatest 20th century composer. I judge a lot of competitions, and myself also is the art director of Singapore International Violin Competition, so I organize too. Some competition you go to and jury members are very tense, but here it's so friendly, we become friends. I think it's a wonderful thing that you are doing it, because Bartók is one of the most important composer, and you should be so proud of it. A 135. születésnapi jubileumi év, Bartók év adta a lökést ahhoz, hogy egy ilyen nagy volumenbe belevágjunk. Több kategóriába szeretnénk indítani a versenyt, annak az az oka, hogy Bartók maga zongorista volt. De az életműnek egyik nagyon súlyos eleme, nagyon jelentős része az, hogy ő a hegedűt nagyon jól ismerte, és rengeteg hegedűssel játszott együtt, és rengeteg hegedűművet írt. Úgyhogy innen az ötlet, hogy indítsuk több kategóriába a 2 éves periódikával, illetve egy 6 éves nagy ívvel, ami azt eredményez, hogy az első alkalom hegedű, ez meg is valósult a legnagyobb örömünkre, 2 év múlva zongora, 2 év múlva pedig kamarazene, illetve vonós négyes, és innentől kezdve ismétlődik. Megpróbáltunk mindent elérhetővé tenni, tehát nem csak a megszokott felületeken, hanem például úgy is, hogy ezeket a fordulókat, a versenyfordulóit livestreamen élőben lehetett követni. Yeah, well, I think it's a wonderful idea. I think it is, I mean, after all, Hungary has this tradition of music which has gone all over the world, and I think the competition will now focus people and young people into this music, into Hungary, and into the Hungarian culture and the richness of Hungarian music and Hungarian life, which is extraordinary and wonderful. And if you'd asked Scholti, I think, which person or teacher or musician had the greatest influence upon him, I believe he would have said Bartók. Thank you.